Első alkalommal tartott a Duna konferenciát Komáromban. Európa kék szalagja a világ legnemzetközibb folyója 10 országon halad át, vízgyűjtő területe pedig 7 további országot érint. Több jelentős település emelkedik a partjain, köztük 4 főváros, Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád. A rómaiak idején a folyó volt a birodalom természetes határa, az első hidakat is ők építették a Dunán. A tanácskozás résztvevőit városunk polgármestere is üdvözölte. Egy óriási kitüntetés, hogy a sok száz kilométer hosszú Duna mentén éppen Komárom az, ami a konferenciának helyet ad. Mi itteni komáromi lakosok tudatosítjuk, hogy Komárom egy történelmi város, gazdag múlttal, híres viharos múlttal, de a konferencia szemszögéből azt hiszem úgy kell jellemezni most ezt a várost, hogy egy specifikus település, specifikus város. Tudjuk, hogy a történelmi folyamán két országra lett osztva a város, van egy déli és egy északi része, viszont a napi élet azt mutatja, hogy ez a két város rész, Észak és Dél-Komárom egy városként lélegzik. A konferencia szervezője a RÁB Duna Vág Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 5 megyét tömörít. A szlovák oldalon Pozsony és Nagyszombat kerületi önkormányzatai, a magyar oldalon Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, valamint Pest megye, és a határon átnyúló, így értelemszerűen a Dunát is érintő projekteket készít elő. A tanácskozás egyik központi témája az együttgondolkodás, együttműködés volt. A Duna mindkét oldalán fölmerülő problémák, lehetőségekről tanácskozzunk, és megjelöljünk valamiféle olyan pozíciókat, hogy hogyan lehetne előbbre lépni ezen a területen. Mondok egy példát, mondjuk a helyi termékek területe, igaz, hogy nincs határ, oficiálisan nincsenek már határok, de az egyes tagországoknak a törvényei tulajdonképpen nem nagyon teszik lehetővé az, hogy a helyi termékek szabadon mozoghassanak a határ mindkét oldalán. Turisztikai desztinációknak a kérdése. És maga a Duna és a Duna mellékfolyói, ugye a Dunának a kihasználásuk. Az Európai Unió kiemelt programként kezeli a Duna stratégiát, melynek célja a Dunai makrorégió fenntartható fejlesztésének az elősegítése, a természeti területek, tájak és kulturális értékek védelme. Ennek keretében Magyarország és Szlovákia együtt kezeli a víz minőségének témakörét, valamint a környezet és az árvízvédelem terén is szorosan együttműködik a két ország. A Dunamenti térségek pedig anyagi forrásokhoz juthatnak ezen célok megvalósításához. Leginkább azért fontos erről a témáról beszélni, hiszen a 2014-20-as fejlesztési időszak az komoly lehetőségeket kínál a térség számára is. Legyen szó akár a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló programról, vagy a Duna transznacionális programról. Jelentős források érhetőek el a térség számára is, és ez a mai tanácskozás ahhoz járul hozzá, hogy ezeket a pénzeket minél hatékonyabban tudjuk felhasználni itt a térségben. A konferencia 12 előadója a Duna stratégián kívül az európai területi társulások szerepéről és feladatairól, a határon átnyúló turizmus fejlesztéséről, a kerékpárutak építéséről és a 2019-ig felépülő új komáromi Dunahídról is szólt. Určite nám pomôže pri týchto diskusiách. Bizonyára segít az érdekeltekkel való tárgyalások során, és nem csak a magyar és szlovák oldalon, hanem más, a Duna által érintett országokból származó partnerekkel, hogy közös megoldásokat keressünk, érdekes projekteket találjunk, és teljes mértékben kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a programozási időszak az Európai Unió alapjai kínálnak. A komáromi tanácskozás résztvevői több alkalommal, több összefüggésben hangoztatták. Az újraegyesült Európában a Duna manapság nem elválaszt, hanem összeköt.